Az állami számvevőszék kiadta a NAV-val kapcsolatos ellenőrzéséről szóló jelentését, hogy számos olyan pontban marasztalt el az állami számvevőszék a NAV-ot, amely felveti a korrupció elég erős kockázatát. Ezek pont azokat a területeket érintik, amiről mi mindannyian az elmúlt másfél évben nagyon sokat beszéltünk, és ahol megjelöltünk visszaélésre utaló jeleket. Tehát ezek az ASZ jelentésben nem kerültek most nem megállapításra, hanem vizsgálatra. Tehát ezeket a területeket valakinek tovább kell vinni, ez vagy az ügyészségnek lesz a feladata, vagy pedig az állami számvevőszéknek kell elrendelnie egy ennél jóval mélyebb szintű vizsgálatot. Pólt Péternek a figyelmébe szeretném ajánlani az ASZ jelentésének a 4/B számú mellékletét. Ez egy jó kiindulási pont lehet arra vonatkozóan, hogy megállapítsa azokat a visszaéléseket, amiről már nagyon sokat beszéltünk, konkrétan a kivételezettségre, illetve a diszkriminatív eljárási rendben, ami az ARTnak a rendelkezésébe is ütközik, tehát törvénysértő eljárási rendre utal. A másik nagyon lényeges számadat az állami számvevőszéknek a jelentéséből az a bizonyos 3800 milliárd forintos törölt hátralék, ami a lényege a nem működő adózói hátralék az úgy keletkezik, hogy egyre több fantom nem működő vállalkozás vonatkozásában van megállapítás az adóhatóságnál. Az elmúlt években, különösen 2011-től kezdődően az adóhatóság ilyen irányú ellenőrzési fejlesztései arra irányultak, hogy ezeket a fantom társaságokat még nagyobb hatékonysággal kapják el, még nagyobb összegű megállapításokat tegyenek náluk. Tulajdonképpen ezek fantom megállapításoknak nevezhetők. A nagy probléma az, hogy nem mentek végig azon a láncolaton, ami eljut az igazi haszonhúzóig, ahol behajtható követelések, behajtható összegek lehetnek, és ez pontosan visszamutat arra a működési problémára, amit én folyamatosan próbálok a nyilvánosság elé tárni. A KSH adatai szerint 2010 évben a KFT-knek a száma 350 ezer darab volt, 2014 évben 410 ezer darab. A számok folyamatosan növekednek évről évre. Miért? Talán azért, mert nincsen mögöttes felelősség a köztartozásokért. Ezzel szemben a BT-k száma 2010 évben 190 ezer volt, 2014 évben pedig már csak 150 ezer darab, itt azt látjuk, hogy a számok folyamatosan csökkennek. 3 ezer darab 100 millió forint feletti adóhátralékkal rendelkező 97,5% a KFT, és mindösszesen csak 2,5% a BT. A vizsgálat megakasztások, amikre hivatkozik a NAV, az nem belső szabályozatlanságból, nem is a belső szabályozók félreértelmezéséből adottak, ugyanis jogszabály előírásával egyetlen egy NAV belső szabályozó sem lehet ellentétes. Ha pedig nincsen belső szabály, akkor viszont marad a törvényi rendelkezésnek az alkalmazása, amit bizony egyes NAV vezetők nem tartottak be. A NAV egyébként a létező belső szabályokat sem tartotta be. Beigazolódott az is, hogy bizonyos szempontból önjáróvá vált a NAV, és a Varga Mihály és Matolcsy György vezette felelős minisztérium nem ellenőrizte a NAV-ot. Az ASZ jelentés megjelöli a hibákért, hiányosságokért, jogszabálysértésért felelős szervezeti egységeket. Az ezekhez társított nevek között szerepelnek a már korábban nyilvánosság előtt is ismert nevek, így Csillag Dezsőné elnökhelyettes, Dávida Marianna, a központi hivatal ellenőrzési főosztályvezető, dr. Somos Katalin főigazgató, vagy Kedves Lászlóné főosztályvezető, de a mai napig nem történt semmi ezekben az ügyekben. Kérdésként vetődik fel tehát, hogy indította fegyelmi eljárást Vida Ildikó a számos hiba, hiányosság és jogszabálysértés miatt az ASZ jelentés alapján a NAV-on belül, vagy indul-e valamilyen fegyelmi vagy felmentési eljárás akár Vida Ildikóval szemben. Hiába mondta azt Vida Ildikó köldöknéző önvizsgálata azt, hogy nagyon kiváló a NAV belső kontrollrendszere, az állami számvevőszék több mint 20 pontban elmarasztalta a belső kontroll hiánya miatt az adóhivatalt. NAV úgy működik, mint az állam az államban. Először is ez egy anyag, ami tényleg a szabályozottsági
szintet nézi a NAV-nál, aminek az a következménye, hogy rendkívül felületes, nagyon fontos megállapításokat tett, de semmi okossági viszonyt nem tár fel. Tehát nem tudjuk azt, hogy például bizonyos nem teljesítések vagy határidőn túli lényeges elcsúszások mögött létszámhiány, belső szervezeti rendszer, nyilvántartási rendszer, vagy eladhatóak ezek a tételek olyan mértékig, hogy majd akkor indul a végrehajtás, amikor már nincs mit végrehajtani. Tehát ezek komoly korrupciós kockázatot jelentenek. Szabadon értelmezik külső minisztériumi vagy belső vezetői utasításokra az egyes eljárásoknál a jogszabályokat vagy a végeredménnyel kapcsolatosan kapnak utasításokat, az felveti azt a problémát, hogy a NAV-nál koncepciós eljárások vannak, tehát elég közlik a végeredményt és hozzá kell a tényeket és hozzá kell a jogszabály értelmezéseket tenni. Úgy tűnik egyes anyagok volt, az ászanyag egyértelműen megadja ennek az alapját, hogy ez egy normál szervezeti gyakorlat. Ha egy szervezetnek ennyi hibája, ennyi működési hibája és ennyi belső kontroll problémája lenne, akkor úgy gondolom, hogy ott már milliárdos bírság, NAV esetén milliárdos béralap elvonásról lehetne beszélni. Másképp fogalmazva, egy szervezet, amely szankcionál, büntet és betartan dolgokat másokkal, akár még túlzottan is szankcionál, ezt nem akarom most eldönteni, ez a szervezet nulla kockázattal rendelkezik. Ezt a szervezet szociológiában úgy hívjuk, hogy felelőtlen szervezetek, nem kell reagálnia a külső kontrollra, nem kell reagálnia a belső kontrollra, nem kell reagálnia bármilyen felvetésre, mint csak azt kell hozzátenni, hogy az eltérő jogértelmezési gyakorlatok belső és külső informális utasítások alapján bonyolódnak, tehát egy teljesen átláthatatlan, kiszámíthatatlan szervezet van, ahol nem tudjuk, hogy ezek a nagyon széles jogértelmezési tartalmak kiknek az érdekeit szolgálják, az ÁSZ ezen a ponton megállt. Korrupt-e a NAV? Szervezet szociológilag ennyi hiba, amelyet ilyen mértékben ennyi év alatt se külső, se belső jelzésre nem korrigálnak, a szervezet szociológia nemzetközileg ismert definíciója szerint teljes mértékben az állítható róla, hogy korrupt szervezet.